Cegléden közismert, de ahogy tapasztalom az országban is, hogy ez az emléknap 1877-hez kapcsolódik, ahhoz a naphoz, amikor 100 ceglédi polgár Torinóban, Turinban fölkereste Kossuth Lajost, hogy biztosítsa őt a tiszteletéről és a szeretetéről. Ennek nyomán alakult meg a turini százas küldöttség, amely 137 év óta megemlékezik erről a napról. 1973 óta működik a Kossuth Múzeum baráti köreként, azóta a negyedik elnök tölti be a tisztet, ezúttal tavaly óta Kürti György, a gimnázium nyugdíjas igazgatója, a kör elnöke. A hagyomány szerint ezúttal is az ő beszámolójával kezdődött a közgyűlés, beszámolt a tavalyi akciókról, eredményekről. Szintén a hagyományokhoz tartozik, hogy a közgyűlésre, az ünnepi közgyűlésre meghívunk egy olyan tudós embert, aki Kossuth Lajosról, vagy bármilyen Kossuthoz kötődő témáról beszél nekünk. Idén Elbe Istvánt kértük erre föl, aki az Országos Széchenyi Könyvtár egyik könyvtárosa, igazgatója, és nem csak hivatalból, hanem szakmai elhivatottságból is, Kossuth Lajos könyvtáráról írt több, rövidebb, hosszabb tanulmányt. Kossuth Lajos könyvtára ugyanis az Országos Széchenyi Könyvtárban található. Elbe István pedig ebből a könyvtárból a jellegzetes, különleges, érdekes darabokat ismertette, sőt illusztrálta is természetesen, hiszen képek nélkül ez ma már nem nagyon menne. A könyvekben ugyanis, melyeket Kossuth vásárolt, de még inkább sok embertől kapott, a könyvekben benne vannak a feladók, a szerzők, hosszabb, rövidebb levelei, olykor fotói, dedikációi, tehát ebből is kikerekedik egy kisebb fajta művelődéstörténeti tanulmány. Elbe István segítségével egyfajta virtuális sétát tehettünk Kossuth Lajos könyvtárában, ami nem mindennapi élmény, hiszen hozzájárul ennek ismerete az ő személyiségének megismeréséhez. A közgyűlés második felében pedig az idei tervekről esett szó, szintén Kürti György mondta el a legfontosabbakat, azokat az eseményeket, amelyeket idénre tervezünk. Az idei programunkban a leghangsúlyosabb pont az tavaly kezdődött folyamat része lesz, ugyanis tavaly kíséreltük azt meg, hogy a Kossuth hagyományok tisztelete Cegléden című elemet fölvétessük az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Az első fokon eljáró illetékes bizottság úgy döntött, hogy arra kér bennünket, hogy erősítsük meg még az érveinket, és adjuk be másodszor is ezt a pályázatot idézőjelbe. Ezen fogunk dolgozni, hiszen azt gondolom, a biztatások alapján meg főleg azt gondolom, hogy ez méltó arra ez a jelenség, hogy fölkerüljön a listára. A múzeumbaráti kör rendezvényén egyébként hagyományosan a Vasutas énekkar szerepelt, sajnos egy ideje ők már nem tudnak nálunk föllépni, ezért újraélesztve a hagyományt, ezúttal a Kossuth Lajos Gimnázium leánykara is adott egy kis műsort, ők így járultak hozzá az ünnepélyességhez. Ilyen díszes kötettel kezdjük. Tali Kálmánnak második Rákóczi Ferenc ifjúsága című könyv. Maga a szerző küldte el ajándékba Kossuthnak, de a kiadó köttette egy lipcsei kötés, tehát nem kis pénzt áldoztak arra. Ez jellemző egyébként a Kossuthnak ajándékba küldött könyvekre, hogy nagyon, időnként nagyon díszes a kötésük. Herman Ottónál néhány levelébe felfedezhető, hogy amikor megindokolja, hogy azért késlekedett elküldeni az adott művét, mert hát ő bekötötte rendesen. Tehát nem csak úgy kiadói papírkötésbe vágta oda Kossuthnak, hanem azért megadta a módját. Van olyan eset is, amikor kifejezetten ezt ürügyül használja Herman Otto, mert Kossuthnak megjelentette a levelezését, amit ő Kossuthtal váltott, ez az Erdéllyel kapcsolatos levelezését. Ugye Erdély elrománosodásának az ügyében két levelet váltottak egymással, és ezt Herman Otto Kossuth engedélyével majdnem tíz évre rá megjelentette, azért, hogy támogassa vele az erdélyi, akkor alapuló erdélyi közművelődési egyesületnek az ügyét.
Viszont elfelejtett elküldeni Kossuthnak a könyvet. És Kossuth ezt sérelmezte, hogy miért nem küldte el, és hát akkor ürügyül ezt tudta mondani Hermann Otto, hogy hát köttetés alatt volt meg egyéb. Na, hát ez a, visszatérve erre a kötetre, itt látható egy dedikáció, és hát Tali Kálmán nem hazudolja meg önmagát, ugye ismerős az, hogy hát ő a kuruckor nagy költészetének kutatója volt, és hogyha néha nem talált elég kuruckori verset, akkor írt maga is egy párat. Itt is egy négy soros versikét ír, úgy hangzik, hogy mi áldáz a balsors hatalma, fáj tudni és érezni kín, dicső pályáitok jutalma régen rodostó maturin. Egy nagyon szép ugye, összehasonlítás, párhuzam a két nagy államférfi között. A dákoromán elméletnek akkor már a nagyon erőteljes propagálását tűzték zászlójukra, és ezt Moldován Gergely ez ellen írt egy komoly tanulmányt, és elküldte Kossuthnak. Ugyanígy Bobula János, aki Budapesten élő neves építész volt, de viszont ugyanúgy a magyarországi szlovákságnak az egyik szószólója, szintén kapcsolatot tartott Kossuthtal. Ezt csak úgy példaként hoztam föl, számtalan horvát származású, zsidó származású emberek írnak Kossuthnak, ugye, tehát nagyon széles a spektrum. Na és akkor itt, amit a Hermann Ottóval kapcsolatosan már említettem, az erdélyi Magyar Közművelési Egyesület és a titkára Sándor József. Ugye az erdélyi részi Magyar Közművelési Egyesület 1885-ben alakult, méghozzá annak ellensúlyozására, tehát a románság egyre nagyobb tért nyert Erdélybe, tehát egyre jelentősebb számban, és ők már az ilyen közművelési egyesületüket több mint 10 évvel korábban megalapították, az ASTRA-t, és lényegében Erdélyben a szórvány, főleg a szórványvidéknél volt szükség, szórványvidékeken volt szükség arra, hogy pontosan a magyarságot erősítsék, tehát a magyarság kisebbségbe került, még a történelmi Magyarország keretein belül kisebbségbe került bizonyos részeken. Erre indult egy úgynevezett hunyadi mozgalom, Szatmári Györgynek a vezetésével, ő a Honn című újságnak volt az újságírója, aztán később politikus lett, és ennek kapcsán elindult egy vita újságokba is. Hermann Otto megkritizálta ezt a mozgalmat, ugye egy nagyon talán ismert cikke ez, hogy egy mérges csók, és erre tehát egy ilyen vitaindító cikkel a Vasárnapi Újság hasábjain, a Honn hasábjain folyt ez a vita. A lényeg az, hogy 1877-ben zajlott ez a vita. Körülbelül 1885-ben kikristályosodott, hogy mit kell létrehozni. Kossuth nagyon erőteljesen támogatta az Erdélyi Közművelődési Egyesületet, ugye 100 forinttal alapító tagjául jelentkezett, és kiadta Hermann Otto azt a bizonyos könyvet, amiről a bevezetőben mondtam, ami az ő köztük lefolyt levelezést jelentette. Amikor Kossuth alapító tagjául jelentkezett az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, akkor az akkori titkára, Sándor József, elküldte neki az összes, manapság úgy mondanák, apró nyomtatványt, tehát ilyen jelentéseket, éves jelentést, beszámolókat. Na most az az érdekessége, hogy a Kossuth könyvtárában található egy része, egy másik része meg a levéltárban a levelek között, és ott nincs feltárva. A könyvtárban meg egy példány nincs belőle, tehát ez is teljesen szétszóródott. És akkor itt például, ez szintén a levéltárban, ezt viszont kifotóztam, erről sincs információ a levelek között, hogy van egy ilyen kép, ez szintén Sándor József küldte el Kossuthnak, azokkal a kiadványokkal együtt. Ugye ez az Erdélyi Múzeum Egyesületnek a megalakulásakor a díszes bevonulás. Itt Kolozsváron a Szent Mihály templom töve látható és a Bánfi palota. Ez egy képeslap volt, de különben ez a kép, ez az Erdélyi Múzeum Egyesület falán lógott, ugyanúgy Kossuthnak a képe is.